Köszöntöm a nézőket, friss napszemle kezdődik, de előbb mutatjuk, mi mindenről lesz szó. Elkezdődött a helyreállítása a múlt heti tűzben megsemmisült lakóház tetőzetének, bőven el kell még a segítség minden érintett családnál. 35 tanítási hetet foglal magában a 2017-2018-as tanév, szeptember 11-én csengetnek be az óvodákba és iskolákba. Ismét foci ünnepet szerveznek, azt remélik, sikerül visszacsalogatni a lelátókra a sportág kedvelőit. Elkezdődött a helyreállítás azon az ikresházon, amelyben augusztus 1-én ütött ki tűz. A tető maradványait teljesen elbontották, kezdődik az újjáépítés. Sokan felajánlották segítségüket a tűz károsultjainak, de bőven el kell még minden segítség. Mint a napszemléből is tudhatják, tűz ütött ki augusztus 1-én délben a Kossuth Lajos utcában. Egy ikresház tetőszerkezete égett le teljesen. A tetőtér egyik fele be volt építve, négy szoba, a benne lévő teljes berendezés, személyes tárgyak, minden a lángok martalékává vált. Kisgyerekes család lakott itt, a gyerekszoba falai maradtak állva a tűz után. A romokat eltakarították már múlt héten, a helyreállítás kezdődik most. Gerendákat, ablakokat, cserepet ígértek vállalkozók, de építkezési anyagokra még szükség van. A lakás alsó szintjén az oltásnál használt víz okozott főleg kárt, ezt a lakrészt is újra kell vakolni, a benne lévő holmik is károsodtak. Az ikresház vasút felüli oldalán is tetemes a kár, a Kercsó család minden holmia szétázott, a tetőszerkezet pedig teljesen leégett. Jelenleg nincs tető a lakáson, esőzéskor tovább bázik, ami az egykori otthonból megmaradt. Az idős házaspár gyerekei külföldön élnek, kevés dolgos kézre számíthatnak. Sokan éreztek együtt velük, de sok mindenre van még szükség, hogy újra lakható legyen otthonuk. Nagyon-nagyon köszönjük az összes személynek, akik besegítettek a városnak, akik besegítettek a faanyaggal, tetőszerkezettel, mert több helyről jött a sazitól. Hát szóval nagyon-nagyon sok személytől azok, akik velünk érkeztek. Mire van még szükségük? Hát, talán azt mondhatnám, nagyon sok mindenre. Egyelőre, kicsi egészségre, hasznos. Bármit elfogadunk. Ruha nem annyira, hát már az öregség. Nem. Bútor, élelem. Bútor is építkezési anyag, ugye, mert még rengeteg, belül rengeteg dolog van. Habár Benko Mix is állítólag ajánlkozott, hogy besegít mi festékekkel, meg nem tudok mást mondani. Háztartási gépek használhatóak-e még, vagy azokat is ki kell cserélni? Laptop, tévé, hát ezt is kerülhessük. Hűtőszekrény, mosógép? Mosógépen nem tudom, mert nem tudom bekapcsolni, áram nincs. Hűtőszekrény biztos megfolyt ki a víz, ahogy kihozódott. A károsultaknak bizonyára minden segítség jól jön, hogy újra lakhatóvá tehessék az épületet. Arra kérjük nézőinket, akik bármivel segíteni tudnak az újjáépítésben, addig pedig a mindennapok elviselhető vitételében. Ne habozzanak, segítsenek a bajba jutottakon. Ahogy láttuk, mindkét házrészben elsősorban a pénzadomány fog jól. Készpénzfelajánlásokat a képernyőn látható számlaszámon fogadnak a családok, illetve a jelzett telefonszámokon lehet jelezni még más felajánlásokat is. Románia az EU-nak az országa, ahol a nők legkorábban vállalnak gyereket, derül ki egy felmérésből. A három dobogós helyezett egyébként Románia, Bulgária és Magyarország. Uniós viszonylatban a 2015-ben 29 év volt az először szülő nők átlag életkora. Románia első helyezését nagyban befolyásolta, hogy a kismamák 12%-a még serdülőkorú volt. Olaszországban, Hollandiában, Szlovéniában, Dániában és Svédországban a tinédzser anyák hányada nem érte el a 2%-ot.
A teljes unió területén az először szülő nők kevesebb, mint fele volt 20 évesnél fiatalabb, míg 45% már betöltötte a 30. életévét. Alig egy hónap van hátra a nyári szünidőből. A diákoknak szeptember 11-én csengetnek be. 2017-2018-as tanév 167 tanítási napot, azaz 35 hetet foglal magában. Az első fél év szeptember 11-től február 2-áig, a második február 12-től június 15-éig tart. Az óvodások és kisiskolások október 28-a és november 5-e között is vakációzhatnak egy rövidet, a többiek csak december 23-a és 2018. január 14-e között. A fél évek közötti szünidő február 3-a és 11-e között lesz, a tavaszi vakáció március 31-e és április 10-e közé esik. A nyári vakáció június 16-ától 2018. szeptember 9-éig tart. A középiskolák végzős osztályai számára május 25-én zárul a tanév, a nyolcadikosok június 8-ától mehetnek vakációra. Mivel a következő tanévben sincs az iskola másként elnevezésű programsorozatnak leszögezett időpontja, a tanintézetek szabadon szervezhetik meg az alternatív oktatási hetet. A minisztérium által megszabott feltétel az, hogy az iskolák által kiválasztott hét október 2-a és 2018. május 31-e közé essen, illetve a dolgozatírásokra szánt fél év végi hetekben sem szabad iskola másként programokat szervezni. Az új 5-8 osztályosoknak szóló kerettanterv egyik újdonsága a kritikus gondolkozás és gyermekjogvédelem nevű tantárgy bevezetése lesz. A jogi alapismeretek oktatása azokra a helyzetekre épül, amelyekkel naponta találkoznak a gyerekek. A tantárgyat az ősztől ciklus kezdő 5. osztályokban tanítják, akik majd tanévenként haladva 6. osztályban interkulturális nevelés, 7. demokratikus nevelés, 8. pedig gazdasági nevelés tantárgyakat is tanulnak. A következő tanévben még a 6, 7 és 8. osztályosokat a jelenlegi tanterv szerint oktatják. További újdonság, hogy kötelezővé teszik a heti 1 informatika órát, illetve, mint arról korábban már beszámoltunk, a román nyelv és irodalom tantárgyat ezentúl speciális tanterv szerint tanítják a kisebbségi oktatásban. A kormány tegnap elfogadta az áprilisban kidolgozott oltástörvényt. A törvénytervezet szerint a gyerekek bölcsődei, óvodai vagy iskolai beiratkozásához oltási bizonylatot kell mellékelni, vagy háziorvosi igazolást arról, ha valamely vakcina beadása ellen javalt. Ha egy tanintézmény beiratkozáskor törvényszegést tapasztal, értesíti a megyei bizottságot. A szülők az első kihágás esetén 500 és 1000 lei közötti bírsággal büntetődhetnek. Ha így sem sikerül jobb belátásra bírni, a büntetés 10 000 leig terjedhet. A mulasztás esetén az orvosok és az állami intézmények képviselői is hasonló bírságokra számíthatnak. A törvénytervezet parlamenti elfogadásra vár. Kormánypénz érkezik a Székelyudvarhely melletti Szejkefürdő fejlesztésére. A város visszaadná az egykori üdülőtelep régi fényét. Kezelőközpont kialakítását tervezik Orbán Balázs egykori birtokán. Most ivó és szennyvízhálózat kiépítésére kapott pénzt az önkormányzat. A hosszú távú modernizálásnak ez lesz az első, de nagyon fontos lépése. Szejkefürdő, Hargita megye egykori, legismertebb üdülő telepe tele van kincsekkel, különböző gyógyhatással bíró források, valamint az altalajban lévő kénes illatú gázok öregbítik a Székelyudvarhelyhez tartozó városrész hírnevét. A városvezetés hosszú távú elképzelése szerint néhány éven belül ismét régi fényében pompázhat Orbán Balázs egykori birtoka. A tervek megvalósulásának az egyik feltétele, hogy legyen elérhető a vezetékes víz, valamint a csatorna hálózat. Most erre kapott kormánypénzt a város, több mint 1.300.000 lej, ebből több mint 2 kilométer hosszúságban vezethetnek ivóvizet és szennyvíz csatornát. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan központtal kellene kialakítani, amelyre minden egyes székelyudvarhelyi, székely, akár székelyföldi ember fel tud nézni, és a városvezetésnek ez a következő időszakban a célja, hogy igenis itt a Székelyföldén egy olyan
összességében megtervezett, átgondolt, jól kivitelezhető formában elvégzendő beruházások történjenek, ami hosszú távra megalapozza a jövőnket. Szejkefürdőn az 1800-as években voltak melegfürdők, szállodák, virágzott a turizmus, azóta nagyobb fejlesztés néhány éve történt, a Borvizek útja projekt részeként sétányokat alakítottak ki, valamint köztéri bútorokat helyeztek el az egykori üdülőtelepen. Pénzjutalommal díjazza a kormány azokat a tanulókat, akik 10-es végső jeggyel tették le a képességvizsgát vagy az érettségit. A kabinet által elfogadott határozat értelmében 1000 lejt kapnak azok, akik 10-es átlagot kaptak a 8-osok képességfelmérőjén, és 3000 lejt azok, akik az idei érettségén mindenből 10-esre vizsgáztak. Ismét foci ünnepre készül a Gyergyószentmiklósi Jövő FC. Szombaton és vasárnap a labdarúgó pályán egész napos rendezvényre kerül sor. A legkisebbek és a veteránok is labdába rúgnak. Idén is megszervezik a gyergyói foci ünnepét, hiszen hétvégén már a 96. születésnapját ünnepli a labdarúgás városunkban. Kétnapos rendezvénysorozatot szerveznek ezúttal a Jövő Futballklub vezetői. A régi idők fociát rangos, az idősebb foci kedvelők számára ismert személyiségek képviselik idén is. Jelen lesz például a marosvásárhelyi Márton Géza és Publik Antal. A 2003-as születésű korosztálynak 4 csapatos nemzetközi tornát rendeznek. Várják Eger csapatát, és itt lesz a budapesti Reac csapata is, illetve Marosi Víz és természetesen a gyergyói Jövő alkotják a mezőnyt. A 2005-ös korosztály pedig Jövő FC kupán mutatkozik be. Ezen kívül meccseket játszik a többi ifjúsági korosztály is. Szombaton délelőtt 10:30-kor kezdődik majd az öregfiú gála mérkőzése, számos egykori jövőjátékos szereplésével. Ezt követi majd az immár hagyományosnak mondható közös fényképkészítés, amelyen minden korosztály együtt szerepelni fog. Mindkét nap díjmentes lesz a belépés a focipályára, büfé is áll majd a résztvevők rendelkezésére. A szervezők szerint a foci ünnep kitűnő lehetőség, hogy bárki megszerettesse gyerekével, unokájával a labdarúgást, és kérdéseire választ kapjon személyesen az edzőktől, vezetőktől. Véglegesítik a délutáni oktatás módszertanát, jelentette be Liviu Pop oktatásügyi miniszter. A program során nagy hangsúlyt fektetnek a sportra. Naponta legalább 30 percet kell mozogniuk, játszaniuk a gyerekeknek. Annak ellenére, hogy Romániában 5 éve vezették be a délutáni oktatás fogalmát, mindössze 200 intézménynek sikerült gyakorlatba ültetnie ezt, a szülői egyesületek, civil szervezetek, a helyi önkormányzatok segítségével, nyilatkozta a tanügyminiszter. Kultúra, művészet, adománygyűjtés, koncertek számos újdonsággal készülnek idén a vásárhelyi forgatag szervezői. A visszaszámlálás már elkezdődött, augusztus 18-án forgásba áll Marosvásárhely. Alig több mint egy héttel az 5. alkalommal megszervezett forgatag kezdete előtt a szervezők sajtótájékoztatón számoltak be arról, mire számíthatnak azok, akik részt vesznek a Marosvásárhelyi Magyar Napoknak tekintett rendezvényen. A szórakozás mellett kiemelt szerepet kap a kultúra és a művészetekre is figyelnek. A forgatag keretében idén is helyet kap a Szféra kortárs művészetek tere, amelyben az évben is az egykori aranykakas vendéglő udvarán kap helyet. A Szféra főként egy alkotóműhely, egy találkozási pont, illetve egy nagyon-nagyon jó hangulatot ért, tehát akárhogy is csűrük-csavarjuk, tudjuk, hogy ugye ez az egyik erőssége a Szférának. Számos kiállítás is lesz, 3 kiállítás, egy fotókiállítás, karikatúra kiállítás és egy grafikai kiállítás, továbbá műhely tevékenységek, zenei workshop, a Jam Community, egy bukaresti zenei kollektíva érkezik el. A kulturális program kínálatban a Maros megyei múzeum is bekapcsolódik. Természetesen a múzeumi szerepvállaláshoz hozzátartozik, hogy a kortárs képzőművészetet is fölkaroljuk, támogassuk. Ennek kapcsán az idén született egy pályázat kereszteződések címmel, ahol 26 fiatal művész jelentkezett, és ez egy nagyon kimagasló szám. Idén első alkalommal rendezik meg a Bolyai Olimpiát. Ennek a célja az lenne, hogy újból életet vigyünk a sportpályára, és felhívjuk a vásárhelyiek figyelmét ennek a sportpályának a megmentési szükségetére. Az egész napos sportrendezvényben rengeteg sportágat mutatunk be, neves sportolók lesznek jelen,
jelenlegi és régi bajnokok, válogatott tagok. A Bolyai Olimpia fő mozzanata egy adománygyűjtő futóverseny, amelynek bevételét a Bolyai sportpálya és az öltözők felújítására fordítják. A forgatagon Nyíregyháza lesz a Marosparti város díszvendége, az esti koncertek hangulatát pedig többek közt az Ocsomácsó és a Magashegyi Underground alapozza meg. Lássuk röviden még egyszer a nap fontosabb híreit. Elkezdődött a helyreállítása a múlt heti tűzben megsemmisült lakóház tetőzetének, bőven el kell még a segítség minden érintett családnál. 35 tanítási hetet foglal magában a 2017-2018-as tanév, szeptember 11-én csengetnek be az óvodákba és iskolákba. Ismét foci ünnepet szerveznek, azt remélik, sikerül visszacsalogatni a lelátókra a sporták kedvelőit. Eddig a napszemle, köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Ne feledjék, holnap délig még feltehetik jó kívánságaikat a vasárnapi zenés üzenetekbe. Viszontlátásra holnap!